A cirkuszunkban minden este Mester Borbélyunk vállalja, hogy megkorott vállal egy vállalkozó szellemű úriembert. Ő ezt azért csinálja, mert szeret gyakorolni, szereti az emberekkel foglalkozni, viszont ennek híre ment, és képzeljék el, hogy most egy páratlan eseménynek lehetnek szem is futtanulni, hiszen érkezett a mi Mester Borbélyunknak egy kihívója, aki azt mondta, hogy szeretne versenyt korott válni vele. Úgyhogy engedjék meg, hogy majd behívjam a kihívót, de egy pár szót elmondjak róla. Jó estét kívánok, Ibrahim, kérek szépen állj föl, egy tapsot kérek szépen neki. Ő lett a kihívó, és akkor egy pár szóval elmondanám, hogy ő Szíriában született, 20 évvel ezelőtt kezdte el a pályafutását, és most már lassan 10 éve Magyarországon él, ugye, ahogy jól tudom, egy gyönyörű hölgy miatt él már Magyarországon, és ő a kihívó, tehát ő fog versenykorot válni a mi Mester Borbélyunkon, hogy kérek szépen gyere, fáradj be a borodra, és akkor kezdjük el ezt a dolgot, hogy lemérjük, hogy mennyi idő alatt borotvált uraim, és mennyi idő alatt borotvál a mi Mester Borbélyunk, és akkor kérde nekem egy vállalkozó szellemű úriember, aki segít nekem most itt ebben a produkcióban, ott látok egy urat, szép nagy szakállal. Ugye? Ugye? Hát akkor kérlek szépen, hogy gyere, fáradj, én nagy tapsot kérek szépen az úrnak. Szép estét kívánok! Komuzatán! Antal, kérlek szépen, gyere, fáradj be, csücsülj le, és akkor szépen elkezdődik majd ez a művelet. Úgy látom, hogy Ibrahim már kezd öltözni, ide kérlek szépen, csücsülj le. Készen vagyunk? Figyelj, akkor óra indul most! Na, szuper! Kérlek szépen, állj föl!
Igen, hogy hirdessem a győztes. A győztes Mester Borbély Szandra 1 perc 30 másodperc.